12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ez itt az Impulzus Podcast, az űrszekerek Star Trek tematikus epizód A fedélzeten Csaba, Attila és D. Köszöntjük a kedves hallgatókat! 122. alkalommal jelentkezik az Impulzus Podcast Cirkuszt a népnek című epizódról fogunk ma beszélni az eredeti sorozatból. Dév és Attila lesznek a beszélgető társaim ismét. Szervusztok, srácok! Sziasztok! Sziasztok! Én pedig Csaba vagyok. Hát azért volt itt a Twitteren egy esemény, méghozzá az, hogy egy rajongó egymás mellé rakta Dr. Boyce és Jeffrey Combs arcát, és elgondolkodott azon, hogy hát, azért elég nagy itt a hasonlóság, mi lenne, hogyha ő játszaná a Star Trek Strange New Worlds-ben Dr. Boyce-t, és annyira nagy ügy lett ebből, tehát annyira sok rajongó felfigyelt erre, és annyira beindult a lelkesedés, hogy Jeffrey Combshoz is eljutott ez az egész, és ő azt mondta, hogy hát azért óvatosan ezzel a lelkesedéssel, őt még ezzel nem keresték fel, és azért ne élje bele senki magát, hogy ezt a stúdió így meg fogja valósítani, de azért jó lenne szerintem, tehát úgy nem rossz ötlet, és érdekes, hogy pont ezt így kiszúrta ez a szóban forgó rajongó. Ti mit szólnátok hozzá? Jeffrey Combs egyébként először jelenne meg emberi formában, tehát a saját arcával, make-up nélkül, vagy hát ilyen vastagabb make-up nélkül, ami érdekes lenne, bár a Far Beyond the Stars-ban, mint hogyha lett volna ő már ember is, de hát ott ugye senki nem hordott maszkot. Szerintem ez egy érdekes ötlet lenne, hiszen eddig tényleg a legtöbb karakterét, azt tényleg nagyon szerettük. Én szerintem rendben lenne. Még akkor is, ha tudjuk, hogy Hollywoodban nincsen önkéntes munka, rajongói felvetésekre nem biztos, hogy sőt, szinte azt mondhatjuk, hogy nem nagyon szoktak reagálni a stúdiók, legfeljebb csak akkor, hogy most még egy év kihúzzanak, vagy nem, de, de próba szerencse, hát ha, hát ha most fordulna a trend, hogy tényleg sikerülne. És az ötödik évadban ő Állandó szereplő lett volna? A ö, igen, Sren, ö, ilyen hajó tanácsadóként, tehát ö, ilyen külsős ö, tanácsadóként ott lett volna végig a hidon. Gyakorlatilag ott er Archernek egy ilyen, hát ha nem is első tisztje de ilyen, másod-harmad tisztként, ő mindig ott lett volna ilyen megfigyelőként. De, mint látjuk, hogy nem sikerült ez sajnos. Jeffrey Combs, hát tök jó diplomatikus választ adott, és tényleg ez lesz, hogy nem biztos, hogy a CBS, All Access, meg a készítők kiszolgálnak minden rajongói kívánságot, bár azért ez érdekes lenne, hogy hány, hány ilyen kérést teljesítenek, már így is ott van a három főszereplő, nyilván az Anson Mount, a Pike fogja vinni ott a, a primet nekem még itt a Colt nagy elnézést, Colt segédtíz jutott eszembe, hogy azt hiszem ő is, mint a Discovery-ben lehet, hogy szerepelt, nem szerepelt, nem nagyon tudom. Minden esetre a Kécsben szerepelt, tehát akár itt is felbukkanhatna. De a Doki, az egy, ő egy fontos szereplő lenne, és, és rá egy jó színészt várunk, és a Jeffrey Combs az kiváló sokoldalú karakterszínész, és pont egy ilyen szerepre jó lenne, korban is most már odaért, és aki még odaért korban, hát az szerintem még a, a Hon Armstrong benne, aki szintén ilyen sok Star színész, tehát volt ő Klingon, Kardassiai, talán még ilyen volt Borg is, uh, Hirogén, vagy Harogin, mindegy, és hát Forrest Admirális, na az a gond, hogy ott van, mint Forrestnek az arca, de hát most akár lehetne a ikonokája is, most tök mindegy, hát nem, ez is már ilyen rajongói nedves álom. Jeffrey Combs, ő ugyan, hát akkor tényleg csak abban a Deep Space Nine epizódban, ami egyébként tényleg nagyon-nagyon jó epizód szerepelt, ugye az, az újságírós, vagy novella írós, viszont a, van a 4400 című sorozat, amit én így többször is végignéztem, ez egy ilyen Star Trekhez nagyon közeli, mert tele van ilyen Star Trek, hát nem csak színészek bukkannak fel, hanem ilyen René Echevarria, meg egyéb, ilyen arcok, akik ilyen, tudjátok, ilyen Star Trek producerek, meg Kanadában dolgozó rendezők, producerek, stb. Hát ilyen háttéremberek dolgoztak benne, és ilyen 2000 es években ment, és én a Netflixen az volt az első sorozat, amit így komplet végignéztem. Tehát az rántott be engem a Netflixen, nem pont akkor ment, tévében nem ment még magyarul, és akkor azóta ment már egyébként magyarul. Szóval jöhet, jöhet, egy jó doki mindenképpen kell a hajóra, mint, és jó pszichológus, hát már a kécsben kiderült, hogy a kapitány az egy magányos ember. A kapitánynak gondjai vannak, a kapitánynak egy, egy, különböző szakaszai vannak karrierének, más szakaszban volt a pályk, ott a kécsben és más a körk, és most ez a pályk is egy másik szakaszban lesz, kell és itt még nincs hajó tanácsadó. Ugye, egy egyébként meg is kérdezik, hogy miért nincsen még itt, amikor már a mostani hajókon is vannak, a ilyen pszichológusok azért a nagyobb katonai egységeknél, Szóval kell ez a bojzdok, és bárki is lesz, az jó jön egy jó színészre. Hát Dév, akkor irány a Twitter, hogyha már ilyen javaslataid vannak, több színészt is el tudsz képzelni, akkor lehet, hogy ott beprotezsálhatsz egy-két arcot, és a végén még meg is valósul, hogyha éppen Jeffrey Combs nem érne rá. Viszont lesz egy Voyager 25. évfordulós, Skype-os, vagy nem is tudom, ilyen online panel, ami jövő héten kedden nézhető majd meg. 8 órától kezdődik az usa a keleti parton, ami azt jelenti, hogy hát nálunk azért valamikor ott hajnalban lesz majd ez megtekinthető. Szinte az összes főszereplő itt van, kivéve ugye Jennifer Lien, de hát ő nem nagyon vállal ilyen nyilvános szerepléseket, úgyhogy nyilvánvaló, hogy őt nem láthatjuk itt, viszont a többiek itt lesznek, teljes csapattal, egy igazi, olyan, mintha egy konvenső lenne, ez is valamilyen Online rendezvény, tehát ilyen rajongói gyülekezőknek a, a digitális pótlására, vagy ilyen, ilyen igényeknek a kielégítésére jött létre. Ezen a YouTube csatornán, amit itt belinkelünk, majd egyébként már több korábbi ilyen panel is visszanézhető. Reméljük, hogy majd ezt a Voyager beszélgetést is meg tudjuk nézni, mert én nem biztos, hogy fönt fogok maradni mondjuk hajnali háromig, hogyha ez akkor kezdődik de másnap azért szívesen megtekinteném. És néztem, hogy ezen a platformon mindenféle népek összegyűlnek, különböző akár színházi, akár tévés közegből, tehát itt Meros Place, Union-tól kezdve mindenféle produkciók részvevői felbukkannak, tehát itt, itt, azért is nincs kizárt, vagy itt 5-6 ember beszélgessen, Aztán nem tudom, hogy őket hogy hívják be, meg technikailag, hogy oldják meg, mert a pont a múltkor egy ilyen élő, szintén internetes konvencionról a szempont Marina Sirtis valahogy technikai okok miatt lemaradt ott a, a Freaks lenni. Hát reméljük, hogy nem a Delta kvadránsból kell közvetíteni jelet, mert akkor egyetlen egy kérdés oda-vissza, nem tudom mennyi ideig tartana. Hát 25 év, hát ez alatt a Voyager tényleg azért megtehette az út egy részét, tényleg, tényleg nagy idő ez. Hát nyilván most ebben a helyzetben, de amúgy is szerintem megkérdeznénk, hogy, hogy mennyire tud -e erre például akár hát külön convention biztos nem szervezne, vagy külön eseményt a, a CBS, vagy a Paramount, vagy a Viacom CBS, hanem így betenné mondjuk a Las Vegas i Convention alá, vagy a New Yorki őszi alá, tehát valahogy így megpróbálná nyilván a konvencionok alá, nyilván kell egy egy reunión, ugye a TNG-kasznak több is volt, vagy így véletlenszerűen. A voyager némek meg így a konvencsönökön így felbukkantak ilyen paneleken, hogy most a Voyager Boys, és akkor ugye szokás szerint a férfi színészek, és ott, ott valahogy kicsit elkülönültek a férfi és női, női sztárok, vagy csak így a, a sajtó felőidőnként, köztudatban kell tartani. Egyébként Magyarországon nem kell, mert Magyarországon azért mennyi, hány évtizedig ment a Voyager folyamatosan, azért egy-két csatornán, tehát azért <laughs> szerintem egy utolsó frontvonal voltunk a Voyager rajongók szempontjából, hát reméljük, hogy innen is, most nem tudom, mennyire lesz az interaktív, tehát hogy lehet-e kérdéseket föltenni, hát például Youtube-on a live -ok mellett szokott-szoktak pötyögni az emberek, tehát éppenséggel lehet, hogy ott, ott nem tudom, a két möggrútól lehet egy jót kérdezni, és lehet, hogy téged olvasnak be, ha ügyes vagy. Simán lehet, egy ismerős már egy másik CBS sorozatnál kérdezett, és élőben válaszoltak neki kérdezett az interneten, és később egy műsorban, de CBS TV műsorban válaszoltak felé. Tehát van visszajelzés, meg van esély, magyar rajongók rajta, ugrás majd május 26-án, és az ezek szerint kedden lesz. Hát lehet, hogy azt csak visszanézzük főleg, ha az ilyen éjszakában nyúlik. Most a trekcom on is volt egy videó, amiben ilyen teljesen random kérdésekre válaszol, az Enson Mount, a Marina Surtis, meg Ivan Ivagóra, tehát ilyen tudtok-e főzni, vagy ilyen, ilyen kérdéseket olvasnak be, úgyhogy tényleg érdemes kérdezni. A ot én mostában fedeztem föl, nem tudom miért, lehet, hogy mióta az international oldal van, nagyon ajánlom, tehát aki, aki így szereti így rövid videókat nézegetni, így, így nem tudom, evés közben, vagy így amikor szünetet tart, mondjuk munka közben, 5 perce van, nagyon jó kis videók vannak. Ilyen mindenféle vegyes felvágott. Tehát ott a, a, nem, nem, az Alizon hanem Izabrion ez festett egy, egy kis a, akkor rajongókkal van időnként beszélgetés, pláne ezek, hogy el, előzhetnek egy, egy sztárokat, vagy egy vagy több sztárt, és akkor sokszor még feliratosan is láthatjuk, tehát angol felirattal, a, úgy sokat segít egyébként tényleg. Tök jó, hogy ezek most már elérhetők, nincs már az, hogy most jaj, ez most csak Geoblock és észak amerikába érhető el. Tehát I INTL úgy kezdődik, de egyébként úgy is oda fog vinni, mert ha Magyarországról hívod be a startrekcom ot szerintem automatikusan átdob oda. Ezt még nem láttam, amit mondtál Csaba, tehát majd erre rá fogok ugrani, és akkor meg fogom nézni. Visszatérve egyébként a Voyager-re, ugye Gerett Veng annak idején megkereste Rick Bermont, hogy jó lenne azért folytatni ezt a ezt a sorozatot mondjuk egy mozifilmes formában. Ő elolvasta a finálénak az Endgame-nek a forgatókönyvét, és azt mondta, hogy hm, ez az első fele, ez tök jó, viszont a második része, hát Rick, nem lehetne azt csinálni, hogy inkább csak az első felét forgatjuk le, aztán a másodikból egy mozifilmet csinálunk, de egy kicsit átírnánk a dolgot, ugye arról szólna a film, hogy itt a, a földön megérkezünk, és itt... Ö a személyes kapcsolatokat elvarjuk, aztán utána megint eltűnnénk valahol a, a galaxis egy ismeretlen részébe, és megint újabb és újabb mozifilmek jöhetnének. Tehát ez volt akkor a színésznek a meglátása, hát Rick Berman ezt nem vette komolyan. Nekem mindig a Jack Vance-nek a ravaszcúgér története jut eszébe, hogy a távoli jövőben a lepusztuló földet egyszer megkerülte egyik oldalról megkerült, utána a második kötetbe meg megkerült az ellenkező irányból is. Tehát mondjuk érdekes lenne, hogy utána mondjuk, mit tudom én, utána meg a gamma kvadrásból kéne valahogy hazajönniük. Az impulzus Podcast pillanatokon belül folytatódik, de előbb a következő parallaxisban. Jelentem. A Sajusz 36 hajó fedélzetén ürepülésre kész vagyok. Minden tudásomat, erőmet megtisztelő feladatom maradéktalan végrehajtásának szentelem. Farkas Bertalan, százados, Sajusz 36, kutató őhajósa. 1980. május 26-án, magyar idő szerint 20 óra 20 perckor elindult a világűrbe a Sajusz 36 űrhajó, fedélzetén Farkas Bertalan századossal a Magyar Népköztársaság kutató űrhajósával. A Parallaxis csapata az évfordulót azzal ünnepli, hogy a repülésének szentelt podcast adásunkon kívül Facebook oldalunkon valós időben követni fogjuk a négy évtizeddel korábbi eseményeket, a korabeli híradások, eredeti fényképek, hangfelvét, és Valeri Kubászov űrhajóparancsnok önéletrajzi regényének részletei segítségével. A totális Interkozmos retro élményhez keressétek a Berci 40 hashtag-et, illetve kövessétek a Parallaxis Facebook oldalát. A következő 27. adásunkban tehát egy nagy 40 es ünneplünk, ugyanis ahogy Miklós mondta, 1980. május 26-án 40 éves tartott Farkas Bertalan Bajkonúrból az eddigi egyetlen magyar űrhajós, aki meghódította a világűrt. A Vilos rádióban hallható sok testvérműsorának epizódja epizódjaiért kattints a tudományos fantasztikon.hu.hu oldalra. Figyelem, a műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. Cirkuszt a népnek, Bread and Circuses. Ez a legkorábbi olyan epizód, ami a párhuzamos fejlődéstől szól. Egy földszerű bolygóra lelnek a főhőseink, és bizony ez még azelőtt készült, hogy a The Omega Glory, vagy a Patterns of Force, vagy még a Piece of the Action annak ellenére, hogy Ugye itt az évadnak a végén látjuk, ez az egyik legkorábbi ilyen párhuzamosan fejlődő Föld történet. Talán még a Omega Glorinál azt mondtam, hogy ez az egy olyan epizód van, ahol nem teljesen értjük, hogy ö, mi történt ezen a bolygón, miért annyira hasonló, mint a miénk. Hát tévedtem, mert itt sem nagyon derül erre fény, tehát nem tudjuk meg pontosan, hogyan fejlődtek ki ezek a hát ilyen rómaiul viselkedő karakterek, illetve civilizáció itt ezen a bolygón, csak éppen a 20. századba ágyazva. Egyébként a korábbi, vagyis hogy a vetítésben korábbi epizódokhoz képest én ebben most több fantáziát látok, tehát hogy nem teljesen egy ilyen kosztümös római epizódról van szó, hanem ennek a továbbfejlesztett verziójáról itt az írók azért elgondolkodtak rajta, hogy hát hogy nézne aki ki az a régi római birodalom, ugye Gene Roddenberry és Gene L. Coon tették ezt, habár John Nubul írta az eredeti forgatókönyvet, de ő érdekes módon lemorzsolódott a stáblistából, tehát az ő nevét az sehol sem találhatjuk meg a memory alfán kívül a produkcióban, nem tudjuk, hogy ez miért van, minden esetre ugye a képernyőre Gene Roddenberry és Jean L. Kuhn adaptálták már a végleges verziót, és itt volt az a pont, ahol John Meredith Lucas, mint producer megérkezett a produkcióba, aki nem győzött elképedni, hogy milyen hangulat uralkodik itt a stábban. Ugye itt szokott lenni az az anekdota, amikor John Meredith Lucas elmondja, hogy Gene Roddenberry-vel együtt meglátogatták a forgatásokat, és egyszer csak ugye Shatner, befordult egy sarkon, és amikor meglátta Gene roddenberry akkor inkább meggondolta magát, és elment a másik irányba. A többi színész is ö, panaszkodott, egyik színésznek sem tetszett a másik színész, tehát ilyen áldatlan állapotokról ö, számol be itt a John Meredith Lucas, ami úgy tűnik, hogy azért a második évad folyamán, ahogy előre haladtak a dolgok úgy szépen lassan, ö, azért elmúltak, vagy elviselhető szintre ö, sikerült ezeket Hozni. Ugye itt a kritikák leginkább azért magasztalják ezt az epizódot, mert a televíziós szakmáról, illetve iparágról mond el nagyon sokat, amiről majd azért később mi is fogunk beszélni, majd ha odaérünk ezekhez a tipikus jelenetekhez. Ezzel együtt viszont ugye annyira sok lett már a párhuzamosan fejlődő világokból itt az eredeti sorozatban, hogy ennek az egyensúlya valahogy egy ilyen Hát szép reményekkel teli epizódot vetít elénk, ami mégiscsak egy ilyen közepes ö, szájízt hagyotta a közönségben. Pont így azt hiszem az 50-es, 60-as években létezett egy képregény is, amit tulajdonképpen ilyen 20. századi környezetben helyezt át tulajdonképpen a római birodalmat. Hát például Nero vagy Cézár, ferrálin üldözi a csajokat, meg ilyesmit. Tehát, én mondjuk továbbra is azt mondom, hogy ez a párhuzamos elmélet, ez ezt tulajdonképpen szinte ki is lehetne dobni a 60-as évek óta, mert én inkább továbbra is azt mondom, hogy itt sokkal logikusabb lenne az ilyen földszerű bolygóknál, hiszen itt ráadásul nem is a kontinensek se stimmelnek, bár a, ahogy Spock megjegyzi a föld és a szárazföld aránya az mondjuk stimmel, hogy lehet, hogy itt éppenség a földet, itt másolták, itt idegen és valamikor nagyon régen, és akkor különböző ilyen társadalmi, ilyen nagy kísérletezéseket, valami nagy kísérleteknek a részei, hogy itt, na lássuk, hogyan fova fejlődik ilyen vagy olyan módosításokkal mondjuk az emberi civilizáció, hogy most jó szándékú vagy rossz szándékú lények tették volna ezt, nem tudom, de szerintem ez manapság már azért sokkal elfogadhatóbb lenne, hát azért látjuk például az ember, en, amikor a, egy egész vagy, vagy nyugati városkát visznek el tulajdonképpen az idegen lények, és csak utána hajótörés, és akkor felépítik a saját ilyen vadnyugati városokat egy idegen bolygón, tehát, vagy majd később lesznek mondjuk majd a megőrzők, akik egy egész indián törzset visznek el egy másik bolygóra, de mondjuk nekem tényleg ez ilyen érdekes, főleg így a, tényleg így a televíziónak is ad egy fricskát, hogy hát mindent a nézettségért gyakorlatilag, hogy hát Láthatjuk, hogyha egy nagyon jó gladiátor meccs, rögtön színesbe adjuk. Jó, mondjuk ezt már a, most már így a 21. századi embereknek ez nehéz lenne megmondani, hogy miért volt ez olyan nagy kunst, hát akik 80-as években még éltek és nézték a televíziót, azért emlékeztetnek, hogy a magyar televíziónál is nem minden adás volt színes. Lehet, hogy mondjuk például a Zablak című műsor, az mondjuk színes volt, de viszont nagyon sok, még a híradó is, de nagyon sok műsort meg fekete-fehérbe adtak nekünk is ideutazás mondjuk maga ez a epizód. Annak is, aki mondjuk szeretné látni, hogy de most akkor hogy képzelték el a, egyrészt így a médiát, vagy televíziós szakmát régen, hogy nézhetett ki, meg mi történhetett. Nekem megint a alapepizódok közé sorolható ez a, ez a rész, és, és nagyon sok maradandó gondolat van benne. Tehát ez a párhuzamos fejlődés, amit itt Hodgkins uh, párhuzamos bolygó fejlődés törvényként ír, egyébként próbáltam így Wikipédiákon után nézni, nem létezik természetesen. Hodgkins nevével összefüggően ilyen törvény. Tehát nem olyan, mint a, nem tudom, a Kardashev skála, vagy a Fermi paradoxon. Viszont uh, igen, tehát Képtelenség, hogy ennyire hasonló legyen egy másik bolygó, és pont a 20. századba érjen be. Egyébként ez, ez egy picit írói hibának gondolom, hogy Körkapitány és az Enterprise a 23. században van most 2250-es évek akkor miért folyton olyan bolygókra bukkanunk, ami mondjuk jó, nem mindig, de állandóan azt mondja, hogy ez pont a 20. századi föld. Tehát pont amikor készítették a sorozatot, ahhoz hasonlít, mert az könnyű mondjuk ábrázolni láss mondjuk a televízió működését. Nyilván, most mondhatnánk azt attól függően, hogy hogy nézzük, hogy a akkori médiának akartak adni egy fricskát. lást másik évad végén vagyunk, és hát Roddenberry-ék pont ekkor, talán ekkor már nem, ha bár ekkor még igen, mert ez még korábban készült, mondta Csaba, tehát ekkor még azért félhettek, hogy esetleg nem lesz folytatása, vagy meghosszabbítása a sorozatnak. És itt is ugye arról van szó, hogy itt ö, ott valami gyártásvezető retteg, hogy a létszám meg a kvótát el kell érni és a nézettség mennyire számít. Ugye ez már a 60-as években számított, Star Trek szempontjából is, és tudjuk, hogy azóta is mennyire fontos, tehát itt a Networks rating, vagy nem is tudom, miről van itt szó. Tehát itt, itt látjuk azokat a hang effekt gépeket is, ha még még ma is működnek egy show műsorban, vagy felvételkor, Tehát elég hátborzongató ezt, ha belegondolunk, hogy az intézmények, lásd a média, az ahhoz kapcsolódó, tehát a szórakoztatóipar, és az mennyire használja ki az embereket, lásd például a rabszolgásság, mint intézmény, tehát nyugdíj, orvosi ellátás, stb., és akkor egy ilyen alapvetően a szabadságtól megfosztó intézmény, ez, létesül, ez létre létrehozható volt és működhet ebben a párhuzamos földön. Párhuzamos földön, hát nem éppen párhuzamos. Meg hát Róma nem bukott el. Igen, de akkor sokkal nagyobb mértékű változásra történtek volna. Tehát Rómának mondjuk azt, hogy de ez most olyan, most Attilaid bólogathatsz, vagy megcáfolhatsz, mint a, az ember a fellegvárban, hogy Megint pillangó effektus is mondhatnánk, hogy valami történt a, a múltban. Itt mondjuk nem beavatkozás volt, hanem egyszerűen így alakult ennek a bolygónak a történelme, de akkor itt is volt Róma. Tehát már itt induljunk ki onnan, és nem is beszél, hogy, hogy a, hova jut el megint az epizód. Amikor a múltkor a patriotizmusról beszéltünk, akkor is mondtuk annál az epizódnál, hogy ott van az utolsó részén kicsit túlhúzva a dolog. Tehát azt nem lett volna szabad már beletenni azt utolsó 10 percet itt meg, szintén a végén, ugye itt a napi, és nem is jön át a magyar változatban, hogy itt a napi imádat meg Isten fiának az imádata, ez a magyar változatban nem jön át, hogy itt, itt gyakorlatilag a, a, kereszténységnek a kialakulása az is megtörténik itt, tehát itt, amikor a, megérkeznek a körkék és kérdezik őket, hogy milyen vallásnak a hívői, persze akkor Mekkoly mondja, hogy persze mi mindenfélét igazából mindenféle hitet meg vallást elfogadunk, tehát mi egyikünk, mindegyikünk másnak a másban hisz, mint sokféle, tehát mindegyiknek más a hite. Érdekes egyébként, hogy ez is úgymond átsiklott, vagy benne maradt a Star hogy úgy tűnik, hogy Kört, Mekko és Spoke ezek szerint mindhárban hívők, csak más vallásban. Tehát érdekes, ha ezt tovább akarnánk fejteni. Nekem hát miért egy nekem miért nem öltöznek be, ugye legalább, ha már látták a tévében, hogy néznek ki itt az emberek, de ilyen kis uh, sekélyes dolgok mellett, tehát nekem ezek nagy uh, dolgok, most itt nem az, valaki lejött és megnézte a Spartacus 1960-ban, és akkor pú, legyen egy ilyen Star Trek rész, vagy egy kis rabszolga felkelés, de sokkal többet hoz ki belőle, tehát ez a tévé közvetítés, ez, tehát ez, ez annyira ütős volt már akkor is, meg még most is, tehát ami ilyen kegyetlen, idézőjelben, showműsorok mennek a tévében, tehát mennyi ö, öröm és bánat kapcsolódik ilyen élő ha vele gondoltok, és, és mennyi pénz, és mennyi, mennyi függés, és, 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 és befolyás, tehát ezt teljességgel ugyanúgy működik. Tehát 50 év alatt ez az epizódnak a mondanivalója ebből a szempontból nem változott. És egyik legfontosabb dolog, hogy szinte iskola példaként benne van az, hogy hogy működik az elsőleges irányelve. Körk betartja, illetve az elején ott Körk, McCoy, meg Spock, így, mint a iskolában föl, fölállítják a három gyereket, és felsorolják, hogy miből áll. És még Scott is betartja, mert egy nagyon jó kis trükköt használ, amivel igazából nem szegel meg az irányelvet, tehát nem úgy avatkozik be, hogy a felsoroltak alapján megsérteni azt, és, és felfedni magát, vagy technikai, vagy kulturális beavatkozást hajtana végre. Szóval én én ezt több, több helyütt pozitívan látom ezt az epizódot. Hát Ralf Szenenszki nem volt teljesen elégedett, aki rendezte ezt a részt, mert azt mondja, hogy az arénában forgatott jelenetek azok valami sokkal nagyobb szabású megvalósításban kellett volna, hogy a nézők elé kerüljenek, de ugye az új vezetőség időkorlátozásokat, illetve különböző ilyen megszorításokat vezetett be ami miatt nem jutott annyi idő a próbákra, illetve a, ezeknek a helyszíneknek az előkészítésére sem. Én viszont azt mondom, hogy így utólag a javára vált ez a minimalizmus annak az arénának. Sokkal jobban kihangsúlyozódik így, hogy ilyen, ilyen odavetett díszletek vannak ennek a világnak a sötétsége, illetve ennek az egész szituációnak a a hátborzongató természete, amit Dév is mondott. Nagyon nagy lavinát indít el ez az epizód azzal kapcsolatban, hogy valami nagyon nem stimmel a, a világunkkal, és ezt az alapvető barbárságot, vagy őskorból, hát itt most jelen esetben ókorból gyökeredző drive azokat hogyan tudjuk kezelni a mai modern világunkban, és jól kezeljük -e? tehát ezek a ezek az energiák, amik bennünk vannak, ezek jó csatornákon folynak-e el, és megfelelő módon kezeljük-e ezeket a felmerülő kérdéseket. Szerintem, amit a Ralf ennek az epizódnak a hátrányaként lát, én azt az előnyeként élem meg. Amikor látjuk, hogy ugye beszélgetnek úgy a történelemről, hogy nekik nem voltak háborúi, világháborúk, nem voltak Rómában, hogy ott 400 éven nem háborúztunk. Azt mondja, ugye, bár ott a konzul, de milyen, mi volt ennek az ára, hogy tényleg azt mondják, hogy béke van, béke van, stabil államrend van. De mégis ennek mi volt az ára, és tényleg itt mutassa, hogy a, az ára pedig pontosan az, hogy itt gyakorlatilag mindent szó szerint vaskézzel irányítanak. És itt a média is benne van, hiszen láthattuk, hogy Jupiter márkajelzéssel, autó, marszap van, azt hiszem, tehát az Istenek, már az, úgymond az Istenek nevét is apró pénzre váltják gyakorlatilag a, a római médiában, mint mikor láthatjuk ott az újságot, amikor ott lapozza a Spock és Körk, tehát nem biztos, hogy az a világ mondjuk jobb azért, mert egységes, hogy nem voltak olyan, hogy na most tényleg itt egész népek, meg egész kontinensek harcolnak egymás ellen, tehát Ismét itt egy tovaszt tükröt mutatott nekünk, hogy azért az az a nagy egység, amit azt mondjuk, hogy tényleg kardokkal és kevésbé agresszív eszközökkel tartanak össze, az se olyan onnan is hiányzik valami, és tényleg, mint látjuk tulajdonképpen, a szabadság. És tényleg ez a napimádók, ez az, ami tulajdonképpen az a csendes néma forradalom, hogy láthatjuk azért, van ott köztük olyan, aki mondjuk híres gladiátor volt, tehát eljuthatott volna odáig, hogy egy ilyen, hát azt mondjuk, hogy mai szóval média stálet lett volna, úgymond az ilyen gladiátor műsorok világában, mint manapság, mit mondjak, mondjuk Tyson, vagy akármelyik híres boxoló, vagy egy baseball játékost, ha mondjuk tudnánk mondani, vagy, vagy kézilabdázó, tehát egy olyan médiasztár, és ott van a másik, a szenátor, aki annak idején tényleg a, a szenátusnak a tagja volt, és most mégis a lázadók közé áll. Tehát a, hiába ez a nagy stabilitás, meg jaj, hogy na tényleg a, már a rabszolgák státusz úgymond rendezve van, mégis egyszerűen a szabadság hiányzik ott is az embereknek. És ezt, ezt mutassa ez a, az epizód is, hogy igen, az emberek előbb-utóbb bejutnak arra a pontra, hogy elkezdik hiányolni magát a szabadságot, akármennyire azt mondom, agymossák az embert, mégis előjön ez. Tehát ez egyfajta fricska a mindenféle központosított diktatúrának, hogy előbb-utóbb belülről fognak ezek szét esni ezek a birodalmak, hogy nem kell külső hatása, hogy a konzul mondja, hogy hát világukat hagyják békén, ők magukba akarnak lenni, hogy most kilépnek-e majd az űrbe, azt nem tudjuk, mert erre már nem tértek ki, meg nem is láthattuk akár sehol se. Hát érdekes lett volna, hogy egyébként mi, lesz, mi lehet nehezzel a világgal később. De egyszerűen egy, ismét egy ilyen, mondjuk úgy egy zsákutcát látunk, úgymond fejlődés szempontjából. Jó, jó, az ember eljátszódik a gondolata, mi lett volna a római bőrön fennmarad, mi lett volna a fennmaradnak más birodalmak, tatárbirodalom, vagy akár mi. És láthatjuk, hogy igen, előbb-utóbb ezek a birodalmak tulajdonképpen saját maguk alatt roskadnak össze, mert eljutnak arra a pontra, hogy annyira manipulálják az embert, hogy onnantól tovább nincs. Annyira stabil, hogy utána egy szikra elég, és összeomlik. És itt most tulajdonképpen hiába, látjuk, hogy a tökéletesen meg van szervezve, lehet, hogy éppenséggel körkék akaratlanul is elindítanak valamit. És itt háborúról ö, esett szó, hogy hát jobb-e az, hogy folyamatosan rabszolgaság van, és így van leszabályozva? A társadalomnak a elnyomása, vagy éppen a pusztítás ilyen törvények, törvényes keretek között van, vagy pedig ugye Spock is itt említés. Nem tudom, hogy ez -e az első említés a harmadik világháborúnak, mert itt még számok is elhangzanak, méghozzá ugye a, a 6 millió, 11 millió és 37 millió áldozat. Tehát itt a harmadik világháborút említi maga Spock. a kapcsolatban itt, itt ugyanezt elkerülték és hát alkalmazkodtak, de te mégis egy ilyen hát, torzultársatom jött létre. Szóval ezek az automobilok és a rómaiak, tehát ez azért, ez amikor így párhuzamos világokra látogatunk, tehát ez, ez tényleg már a, a, a Science fiction a krémje, amikor jól tudjuk ötvözni azt, hogy valami megragad a múltból, tehát egy régi birodalomnak a berendezkedése az fent tud maradni. Ugye a római birodalomnál például egy hatalmas akadály volt, hogy hát technológiában nem volt annyira fejlett, tehát például túl nagy volt már a birodalom, ahhoz, hogy azt egységesen fönn lehetett tartani. Tehát, hogy hatékonyan lehessen üzemeltetni. Tehát hiába volt nagyon hatékony akár az, 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 az útrendszer, vagy a, a közlekedés is, de azért egy bizonyos határokon felül, egy mai, a mai nagy államok ugye is egy modernebb korszakban születtek, például az egységes államok, a nagy országok, azok mind-mind egy, egy sokkal fejlettebb korban jöttek létre, amikor például a kommunikáció, és láms, lásd itt is hova jutott a kommunikáció, ugye egy tuhura fogja, és nem is tudom, hogy digitális jeleket fog már, vagy azt hiszem talán még analóg, tehát valamilyen hagyományos TV modulációt, egyébként ez imádom, amikor megközelítjük a, a, egy bolygót, és akkor tényleg a ezt régen úgy nevezték, hogy rádió meg televízió, azt hiszem például a Voyager is, amikor visszamegy 1996-ba, ez van, hogy nyilván radioaktív szennyezés, vagy a smog alapján, meg hogy nagyon sok ilyen középullámú adó, vagy nem is tudom mi van a levegőben, és semmit, senki nem ért semmit, hogy, hogy ez, ez akkoriban így szórakoztak az emberek, vagy ez volt a tömegkommunikáció. És pont Spock mondja, hogy ezt, ezt a, ezt a köznyelv, ezt a fajta elhihárást, ezt műsorszórásnak nevezte, és hát itt a, ezek a AM és FM vívőjelek adatokat hordoznak, amit televíziónak neveztek. Tehát szó szerint itt a modulációt meg a analóg képvívőnek a ö, működését elmondják, és a műsornak a narrátorhangja nem tudom ki, hát a magyar hangok közül, akik mindig híreket szokott bemondani, vagy a felsorolni, hogy kik voltak a magyar hangok, tehát teljességgel imádom, hogy szinkronban még erre is figyeltek, hogy ott a hírbeolvasó tényleg egy, egy ilyen hírbeolvasó, vagy narrátor legyen a magyarban is. És hát az, hogy köznyelvi angolt beszélnek azon a bolygón, tehát még ennyire hasonló a bolygó még ehhez, és nem csak az oxigén-nitrogén arány, meg itt a, a földrészek, hogy mennyi mindenben hasonlít, de hát ez, ez, ez már azért nem túlzás, egyébként honnan jönnek rá, hogy angolul beszélnek. Tehát amikor lent vannak már is, és megszólítják őket ott a, a, lázadó rabszolgák. Mert az egyetemes fordító, ha működésben van, akkor az nem mindent, hát angolra fordít le. Jó, tegyük azt, hogy az angol az az univerzális nyelv, ugye, vagy a, nem tudom, a föderáció nyelve, most ez, ez, úgyis, most belemegyek olyan vitába, hogy azonnal beleköt, aki ezt a adást hallgatja. Nem baj, nyugodtan, mert azon gondolkozom, hogy ha valaki hozzám egy idegen bolygón angolul beszél, vagy éppen, nem tudom, tripentauszul, azt hogyan különböztem meg, hiszen az egyetemes fordító mind a kettő tökéletes kristálytiszta angolsággal, vagy idézőjelbe föderációs világnyelvel adja vissza. Ráadásul Spok még azt mondta, hogy ez micsoda, ez a köznyelv, ugye ez a nem tudom, milyen speech, ami, tehát ilyen kollokviális, tehát ez a bizalmasabb, ez a köznyelvi, tehát ez a kicsit ilyen, ilyen, ilyen oldottabb, nem aszlengről van szó, hanem egy ilyen normál, hétköznapi társadalmi nyelv, tehát a kicsit lazább szerkesztésű, átlagos beszédnyelvnek felel meg. Tehát Spoknak még ez is feltűnik. Szóval nekem például ez is egy kérdés volt, persze csak mint nyelvészként kérdezem, mert szerintem is ezek szerint lenyűgöző a párzom, tehát Spokkal egyetértek. Spock és Dr. McCoy párbeszéde, ami a cellában zajlik le, ami egy elég érdekes momentuma ennek az epizódnak, viszonylag a semmiből jön elő, és mégis egy elég mély és eléggé kidolgozott karakter pillanatról van szó, de hát az ismétlések során az egyes televíziós döntéshozók úgy döntöttek, hogy bizony erre a párbeszédre itt semmi szükség nincsen, hiszen nem kapcsolódik szorosan a történethez, és emiatt lesz nekünk egy kicsit több helyünk arra, hogy a reklámokat elhelyezzük a műsor közben, így az egészet kivágták a francba. Először lesz egy olyan szinkronos blokk, hogy az epizód egyik mondani valójának a megváltoztásáról beszélünk a magyar változatban, de ezt majd csak a végén fogom elárulni. A Parallaxis Podcast 25. adásában Ádám és dr. Vince Miklós a Kutatók Manuálja című adásban a kozmikus mértékegységekről és méretekről beszélt, és itt hangzott el a párszaknak a magyarázata. És hát bevallom, itt bizony-bizony röstellem, de én itt, itt, itt kezdtem így megfogni igazából, és bevallom tényleg nekem is, hogy a Star Wars, uh, Han Solo is, hogy 12 párszak alatt tettem, el a Kessel futomot persze, az jó, jó, tudtuk, hogy az nem idő, hanem igazából az távolság. Állítok, Han Solo is távolságra értette, hogy egy 18 párszakes távolságot 12 párszekre rövidített le. Mindegy, vissza a Star Wars, azt átrekez. Egy <laughs> 16 párszekről van szó. Amit még meg kell tennünk, hogy eljussunk ebbe a csillagrendszerbe, és annak azt hiszem a negyedik bolygójáig, és hát uh, megszólítják a navigátort, aki egyébként Csekov, és ő azt mondja nagyon lazán, hogy we should be there in seconds. A magyarban is azt mondja, hogy rögtön odaérünk. Szóval egy 16 párszek, nagyon röviden, nagyon durván, egy párszek az olyan 3,2 fényévnyi távolság. És ezt tesszük meg azért, most egy 16 -odát ennek, de másodpercek alatt. Na most, és ez még csak a, egy Constitution osztályú, csillaghajó. Na most, ha szegény Voyagernek ilyen sebessége lett volna, hát ott kapitány szerintem egy-két kávét megfőzés hazaérnek a Delta Quadrantsból. No de ugorjunk, mert az eredeti sorozatban teljesen másak voltak a, a felfogások arról, hogy, hogy távolságok, időbeli és térbeli mértékegységek. Ugye itt még csak annyit, hogy például a, a legközelebbi csillag, a Proxima Kentauri az 1,29 párszekre van tőlünk, tehát azért itt az 1,16 párszek az olyan, mintha egy hát mondjuk a naprendszerenken belül mozognánk. A USS elnézést. Az SS Beagle uh, csillaghajóról van itt szó, ahol a, a Merik kapitány szolgált, hát már megint egy olyan kapitány, egy olyan tiszt, akit a körk valahonnan ismer és már megint egy eltűnt csillaghajó és egy eltűnt legénység. Nekem ez a Bigel egyébként azonnal így, így fölgyújtotta a piros lámpát, hogy ez a Bigel nem egy kutya fajta, hát ez valamilyen kopóféleség, és eszembe jutott. Ez a Portos. És most az Enterprise-ban. Ő pont egy ilyen Bigel. A Portos, így van. És nekem még a Kalambó kutya is eszembe jutott, de hogy Kalambót most fölöslegesen említem, és ki is lehet rögtön vágni, mert az ő kutyája az úgynevezett Basset Hound, ilyen rövidlátú tacskó tehát a Portosról van szó. Erről a kutyafajtára nevezték el hajót, amúgy ilyen rendőrkopóként is, tehát nem csak a kutyafajtára vonatkozik ez a név, egyébként mókás. Annyit lehet tudni, ez egy Class 4 Star Drive Vessel. Star drive Vessel, hát hogy ez magyarul azt mondta, hogy kis hajó a besorolás a négyes osztályú. Ez nem egy csillaghajó, tehát nem USS, tehát ez igazából egy ilyen kereskedelmi hajó, hiszen a Merik kapitányal is ez, er, ez, történt, hogy igazából ő nem végezte el a Csillagfotta Akadémiát. Drop out az ötödik évben hát nem kirúgták, hanem ott kajtta, vagy kibukott, vagy kiesett, és a Merchant Service, ször, tehát ilyen kereskedelmi szolgálatba ment át, tehát egy teherhajó kapitány lett, ha így lehet mondani, 47 fős legénységgel. 47 egyébként a Star Trekben már az eredeti sorozattól, de a TNG-ben egy visszatérő ilyen bűvös szám. Tehát valami, nem tudom, 0,47 század mértékegység, vagy 47 fő, vagy 47 fényévre van valami, stb. Tehát egy ilyen visszatérő geg. A Beagle hajó az elsősorban nem a kutyafajtáról nevezték el, hanem a brit királyi flottában szolgáló HMS beagle van szó a 19. században. Amivel ugye földrajzi felderítéseket is végeztek, és egy expedíción vett részt Charles Darwin is, és ugye itt van a párhuzam ezzel az epizóddal, a párhuzamosan fejlődő bolygók, és ugye az itt ezt kutató hajóval, és hát innen származik elsősorban ennek az eredete. Nagyon izgalmas, tehát ha az alkotók erre is gondoltak, egyébként a Star ugyancsak érdemes utána járni, mert sokszor vannak olyan összefüggések, hogy nem gondolná az ember. Viszont Mr. Spockkal gondok vannak, legalábbis, úgy tűnik, hogy a, a matematikai tudásával, vagy éppen a fordító. Ugye itt Spock itt azt mondja, hogy diameter egy 7917 km-es egyenlítői átmérőt említ a Spock. Na már most ugye azért csak nagyon-nagyon korán megtanultuk matematikában, hogy a, a sugár az fele az átmérőnek, amennyiben egy, egy körről van szó. Itt a magyarban 6378 kilométeres egyenlítő sugáról sugárról beszél Erkárpáti Péter, nyilván a szövegkönyvből olvassa fel. Na most akárhogy szorzom, a sugarat beszorzom kettővel, az már azért legalább 12.700 ilyen 700 körül kéne, hogy legyen, de hát ő, akkor se jön ki az a bizonyos egyenlítői, átmérő, és hogy nem kerületről van szó. Tehát itt, itt, itt valami a szájra lett írva, hogy az a szám az jobban hangzik, de miért hangzik jobban a 6378? Nem baj. Ugye itt van ez a uhura féle amplitódó frekvencia műsorszólás televízió, ez tök jó át vannak magyarra is fordítva. Aztán miután leszállunk a, a pontosabban mikor elkezdődik az epizód, már megint van egy ilyen késés, ami időnként előfordul az eredeti sorozatnál, hogy soros Sándor késve kezdje el, hogy az űr a legvégső határ. Ez sem probléma, maximum csak az eredeti hangra visszakapcsol az ember. És hát lent vagyunk a bolygó felszínén, és elhangzik kivondva az elsőleges irányelv. Hát Spock csak így alibiből megkérdezi, hogy The Prime Directive is in full force, Captain. És akkor már is sorolják, és szépen átadva egymásnak a szót, hogy no identification of self or mission, no interference with the social development of planet, no references to space or the fact there are other worlds or more advanced civilizations. Nagyon jól felsorolja angolul, magyarul egy picit már pongyolán. Itt például arról beszél itt a, 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 körk, hogy a küldetést felderíteni tilos. Nem felderíteni, felfedni. Tehát, hogy miért jöttünk valójában, az tilos felfedni. Rossz, rossz ígét tettek be magyarba. Az viszont már jó, hogy a normális fejlődésbe beavatkozni tilos. Hát normális. Itt arról volt szó, hogy a szociális vagy társmai fejlődése beavatkozni. Nem baj, nem, nem, fért ki az egész szó. Mekkoly folytatja, hogy a, a, bolygónál fejlettebb többi civilizáció létét felfedni szintén tilos. Tök jó ezzel, nagyon jól elmondta. Gyakorlatilag megalkotta az elsőleges irányelvnek a, a komplex rendszerét. Ez szerintem TNG Voyager végig ez így működik. Nyilvánvaló, hogy ezekbe aztán mindegyikbe lehet áthágni ezeket az rendelkezéseket. Aztán itt hát ez a Spock féle angolul beszélnek, meg hogy a univerzális fordító hogy fordít. Nagyon érdekes, Körk rögtön alkalmazkodik, ő is azt mondja, hogy másik provinciából jöttek. Én akkor mindig csodálkozom, hogy milyen művelt a Körk, vagy bárki, aki alkalmazkodik, hogy Róma ott nem azt mondja, hogy másik megéből jöttem, vagy másik államból, hanem rögtön a provinciát használja. Aztán Spock azt is fölismer, hogy ilyen kolokviál, tehát ilyen bizalmasabb, fesztelenebb, könnyebb társadalmas nyelvet használnak, tényleg lenyűgöző a párhuzam. Aztán itt ez a worship, tehát ez az imádat, vagy hódolat, ugye a vallásosságnak kifejezése, ezt kérdezik, hogy ott a Septimusék, ugye az öreg, akit egyébként Ian Wolfi alakít, és a akinek ismerős volt az arca, mint nekem, az felugrott mondjuk az IMDB-re, és kiderült, hogy hát bizony egy nagyon nekem legalábbis nagyon alaprészben, egy emlékeztes részben, majdnem az utolsó rész, ez az All Our Yesterdays, amikor is ilyen portálban, ilyen könyvtárban kell, tudjátok, ilyen üveglemezeket betenni, és mindig más látunk, és akkor oda át tudunk ugrani, mert vissza menekültünk a bolygó múltjába katasztrófa elől, és akkor ott a különböző idősikokban vagyunk foglyok. Jó kis epizód az is. Minden esetre vissza a vallásra, a mccoy itt elmagyarázza, hát ők nem a napgyermekei, de ha a vallásra gondol, mindegyiküknek más a hite. Tehát we represent many beliefs, beliefs, tehát több különböző hitet reprezentálunk. Szinte meghull szájába az van adva, hogy, hogy még a vallásosság úgy, mint létezik, de mindannyian más vallásúak vagyunk, spok talán valamilyen vulkáni. Ezért fura, hogy, hogy időnként olyan utalások jelentkeznek a, a Trekben, amit nem tudok mire vélni, miközben emberi, ugye ez az agnosztizista vagy ateista, vagy, vagy legalábbis az, hogy ebben a korszakban a vallásosság már nem számít. Nem mondják ő, hogy melyik vallás nem számít, vagy melyik Istenben kell hinni, vagy nem hinni. Az emberi természet, vagy az emberi társadalom odafejlődött, hogy annak már nincs jelentősége, mégis mekkos szájában szó szerint oda van adva, hogy igen, vallásosak vagyunk, persze mindegyüknek más a hite. Mindegy, lehet, hogy ebben a másik évadban ez, ez még így, így működött. Igen, de szerintem itt a vallásosság az nem úgy nem számít, mint például a pénzalapú gazdaság, hogy majd kinőjük hanem tényleg helyet talál a, az emberiség életében ez a típusú diskurzus, és mondjuk nem lesznek vallásháborúk a Földön. Tehát szerintem ilyen értelemben kell a, a roddenberry a gondolatait értelmezni, és én úgy gondolom, hogy a Star Trek az mindig méltányosan és nagyon, nagyon jól bánt a vallásokkal. Itt ugye, ahogy megyünk sorba, többször előfordult a triviákba, hogy mindig Felfedeztük, hogy a, a vallásos nézőknek a világnézetét megpróbálták nem megsérteni, és szerintem abszolút jól kezeli ezt a kérdést a Star Trek. Abszolút, és ez, ez, ez a mondat egyébként nagyon fejlett és tiszteletteljes, tehát akár a jelenkori vallásosságra, vagy egy mondjuk akkoriban egy túlnyomorész keresztény Észak-Amerikára nézve, ez, 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 gyakorlatilag mindent magában foglal, és azt a lehetőséget, hogy, hogy nem vetettük el, igen, tehát pont erről van szó, tehát nem olyanok vagyunk, hogy akik fejlettek vagyunk, és megtagadtuk a vallásosságot. Aztán az említett Hutchins törvénye a paralel, vagy tározomos bolygó amit Spock mondja, hogy micsoda remek példa. Ugye ezen a földön ugye Róma nem bukott el, szépen itt összevelök a történetet. Tehát egyébként ezek a legjobb részei minden szátrek epizódnak, általában ilyen negyed óra 20 perc környékére, sőt azért nagyjából a toszban ugye 50 perc alatt. Van időnk, hogy kell azért, hogy negyed óra, hogy, hogy lássuk, hogy mi a szituáció, és hogy feleszménk, hogy hoppá, akkor itt ez és ez történt ilyen és ilyen földi motivumok vannak itt, itt például egy teljes párhuzamos fejlődés, és többször meg is kérdőjeleződik, tehát szerencsére itt jobban elénk van téve, hogy, hogy ez egy diskurzusnak a tárgya, hogy tényleg lehetséges ilyen, ilyennyire párhuzamos fejlődés, és hogy gyakorlatilag a, a, elmúlt 2000 évben, tehát gyakorlatilag itt is megvolt július, augusztus, megvoltak ugye az istenek, akikből most már fokrémmárkák és fürdősók lettek, és, és autómárkák, és, és a megérkező Merik, abból Merikus lett, mint az első polgár, és bár azért itt tudni kell, hogy a prokonzul az Úr, tehát itt azért megmarad ez a függés, hogy a, a, ő egy, egy megtört ember lesz, és gyakorlatilag sorban fel kell, hogy áldozza a legénységét. Nekem egyébként megint eszembe jut hát, popkulturális utolás, Thor Ragnarök, ahol hogy a Jeff Goldblum által alakított mester, vagy nem is tudom mi volt, ilyen first master, és lezuhan egy bolygóra, arra bizonyos bolygóra, ahol, ahova később a Tor is a Ragnarökben, és ott a Jeff Goldblum lesz egy ilyen főmester, aki ilyen arénában ilyen küzdelmeket szervez, és ott a, a is meg kell küzdeni, teszem azt a tornak. Tehát ott is kialakul, hogy a népet szépen kiszolgálják ezekkel a, a küzdelmekkel, és mindenki, minden erre épül gyakorlatilag, és ott is egy nagy média látványosság van belőle. Hát egy újkori feldolgozásának az epizódnak. Aztán nyilván eszünkbe jut a gladiátor, vagy Spartacus Stanley Kubrick rendezésében, aki aztán pont most egy év múlva majd, tehát 69 vagy 70-ben jött ki az űrőd összeja, talán még 68-ban, de valahogy nagyon így a, a másik évadának a, az eredeti sorozatnak. Megsérült a hajók, azt mondja Merrick Körknek, hát elmondja, hogy mi történt vele. Ugye a Meteor Damage, magyarban nem is mondja, hogy Meteor, és akkor itt valami Went Ashore itt ezt a réges kifejezést használja, hogy partra szálltunk. Tehát nem beam, tehát nem lesugároztunk, vagy ugye elhagytuk a megsérült űrhajunkat, hanem partra szálltunk. Aztán jön Scottinak adott zöld kód, hát megtudjuk, hogy a zöld kód azt jelenti, hogy gond van odalent, nagy gáz van, de ö, nem szabad beavatkozni. Na most koti szerencsére elég okos, és akkor kitalálja azt a módszert, hogy ijesszük meg a lényeket tehát túlterheli a városnak az áramhálózatát, ezzel beavatkozik, de nem az esleges irányelv ellen, mert senki nem fog a városban arra gyanakodni, hogy egy űrhajó okozta ezt. Na most, a német változatban Scotty az Enterprise energia parancsolja, adja parancsból, hogy túl kell terhelni, aminek semmi köze nincs így az eredetihez, tehát gyakorlatilag a város energiaforrásokhoz, vagy annak túlterveléséhez nincs köze. A német nézők csak néztek, hogy ezt hogyan váltja ki a, a azt az áramkimaradást, ami ott van lent. Aztán amikor a, Merikusz meg a Prokonzul beszélget, hát kiderül, hogy hát Körk azért nem akárki. Nem akármilyen hajókapitánya, he commands not just a spaceship, but a starship. Tehát egy különleges jármű, is, akkor itt, itt lehet azért a olyan összefüggés, hogy a Merik azt, ő tényleg csak egy űr hajónak a kapitánya volt, SS, tehát egy kereskedelmi hajó, még a, 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 Körk az egy Starship, tehát ő egy csillaghajó kapitánya, aminek eh, rangja van a flottában, tehát eh, a, a, csillagflottának a, a, tagja, a felderítő küldetéseket végez, védelmi feladatokat lát el, kapcsolatokat teremt, és itt tovább, szóval zászlós hajó is a, a, az Enterprise, tehát a Enterprise Z már egyenesen egy olyan zászlós hajó, amit akkor rendelnek olyan helyekre, amikor tényleg arra magas kompetenciára van szükség. Point Eared Hubgoblin, szokásos McCoy Spock beszólás, ugye McCoy mondja Spocknak, hogy amikor megköszöni neki, hogy megmentett, tehát ugye maga hegyes fülű kobold, ez még visszatér, ugye a zöldvérű vulkánival egyetemben. Aztán elhangzik a Stay Tuned, ismerjük az amerikai televízió, az, az rádiózásból, ne váltsanak csatornát. Aztán amikor már mccoy megmentik, pontosabban már felsugároztunk a hajóra, akkor van az a hát majdnem röhögős befejezés az epizódnak, és ugye itt, itt hát kör beszámol, hogy Flavius elesett, és akkor Mekkoly mondja, hogy hát ő kedvelte azt a mackós napimádót. Huge sun worshipper. Ugye napimádó, és akkor elérkeztünk a, ahhoz, amire itt ki akartam térni, az elején utaltam rá, hogy napimádóról van szó és hát ugye, hát nem nagyon tudtuk meg erről a vallásosságról többet, és hát gyakorlatilag ezzel véget érne az epizód, no de, uhura, fogja magát és föláll. Itt ilyet még nem nagyon láttunk, hogy ott ő egyáltalán beleszól egyik uhura, nagyon sokszor, hát ott van a híron, de inkább bábszerebben végrehajt. És ő azt mondja, az angol változatban, tehát amikor itt a napimádokról van szó, hogy itt a septimus flavius, tehát itt erről a vallásos áhítatról. It's not the sun up in the sky, it's the sun of God. Ugye sun, mint nap, és a sun majdnem olyan hangzású hanggal mondjuk azt, hogy fia valakinek. Az angolban jól el lehet ezzel játszani, most a magyarban nem. Tehát a magyarban nem volt ez félreérthető, ezért a magyar változatnál úgy gondolta a szerző, akkor menjünk el egy másik irányba, és Uhura a magyarban azt mondja, hogy á, nem számít, hogy a napot imádják, a lényeg, hogy testvériségben így van, Körk is leül, azt mondja, á, lehet, hogy így van, az eszma fontos. Míg az angolban Körk rájön, hogy miről, mire utal Uhura, hogy Cézár és Krisztus, tehát Cézár is létezett, és Krisztus is, tehát itt Isten fia, tehát gyakorlatilag a, a szeretet és a testvériség filozófia, ugye, amit a kereszténység hozott be, és ami ugye a római birodalomban ugye, jelent meg, az, az itt is, tehát gyakorlatilag Uhura itt rájön ilyen rádióadásokból, egyébként mert ő folyamatosan figyelte a különböző rádióadásokat, hogy gyakorlatilag a Septimusnak a csoportja egyáltalán nem a napot, hanem Istent imádta. Tehát gyakorlatilag a kereszténység korai változata, amelyik hamarosan itt is a végét okozhatja a római birodalomnak. Tehát itt ez egy érdekes újabb párhuzam, ami a magyar változatban egyszerűen nem jött ki, vagy nem fordul elő. Itt, de a magyarban ettől teljesen hihető az epizód, hogy ugye napi imádók voltak ezek. Tehát nem Isteni van szó. Ezt a német változatban egyébként a 70-es évből simán kinéztem, hogy a németek is ennyire elferítik az epizódot, mert ott simán volt ilyen hogy kihagynak részeket, párbeszédeket átírnak. Pár, ugye a németben sem jött ki ez a szan, szan, és éppen ezért az sem jön ki teljesen a német szinkronban, hogy úra hogy jön rá hirtelen, hogy itt gyakorlatilag ennél a napimádoknál az első keresztényekről van szó. És megint a szokásos szinkronos kihagyás, ez valamiért mostában nekem feltűnik, hogy például a Körk azt mondja a Csekovnak, hogy hagyjuk el a körpályát, egyes fokozat, a Csekov nyugtázza a parancsot, hát annyit mond, hogy I, ször, mozog is a szája, ám a magyarban semmit nem szól. Lehet, hogy kicsit háttalül, és akkor megint az van, hogy nem látták már, vagy teszem azt a szinkronizáló színész, nem látta, hogy ott megszólal, fülhallgatóban nem jött be a hang, tehát úgymond nem látta a száját. A száját kell látni, ebben a régi típusú szinkronizálási módszerben a szereplőnek az arcát meg a száját nézték, és nem volt a hang lejátszva, maximum csak egyszer előtte, nem tudom, így le volt az eredeti hanggal játszva a, a sorozat, epizód, vagy mozifilm. Szerintem nem csak a második évad, hanem az egész eredeti sorozat legizgalmasabb és legjobban kidolgozott settingjével van dolgunk. Kezdve az újságtól és a 20. században megjelenített római birodalom minden egyes apróságán keresztül, egészen a bemutatott épületekig, ami egyébként ezek közül az egyik az MIT-nek a dómja, a másik pedig a Becsületrend Múzeum Párizsban. Ezekből láthatunk pár oszlopot, ez nagyon jó, és maga ez a televízió iparágra utaló üzenet is nagyon erős, nagyon nyomasztó, nagyon sötét, erről már beszéltünk. Arról kevesebb szót váltottunk, hogy mennyire jók ezek a karakterek, és mennyire jók ezek a színészek, ugye Merik és a Prokonzulnak a, a folyamatos eleve fennálló konfliktusa. Ugye ez a Merik, ez egy ilyen ad balfék, egy ilyen szerencsétlen, akit a Prokonzul nagyon lenéz, és nagyon szivatja minden egyes mondatával. Ez önmagában is egy borzasztó jó, nagyon jól megvalósított szituáció, eleve ez a ez, hogy itt kezdtek elélni a bígülnek a, a legénységi tagjai, ez a nézőt is elgondolkodtatja, hogy hú, hát akkor most itt vannak a, a legénységi tagok valakiből gladiától lett, de valaki ott beilleszkedett a társadalomba, tehát ott él, nem kéne valamit csinálni, tehát nem az lenne az elsődleges irányelv, hogy ezeket kéne valahogy kiszűrni onnan, de hát ugye nyilván ezek már lenyomozhatatlanok és ö, megkereshetetlenek, így... Ö, erre nem lehet kitérni. Nagyon jó, hogy más megvilágításba helyezi ezt az egész elsődleges irányelvet. Ugye a prokonzul egy helyi, és őt beavatta Amerikába, hogy mi milyen világból jövünk, és ő már felkészülten várja a körkapitányt és a csapatát, és rácsodálkozik ugye például a, a, a Spockra, hogy hú, hát ilyen egy vulkáni, meg minden. Eleve ez a rácsodálkozás, és ez a a körkapitányt ő tiszteli egyébként, mert amikor a Merikkel van dolga, akkor egy, hát egy ilyen lúzerrel találkozik tulajdonképpen. Amikor viszont jön a körkapitány, na ez, ez az igazi, tehát ő vele úgy szeret játszadozni, szereti próbára tenni, és élvezi azokat a jeleneteket, amikor például a körkapitányt és az elsődleges irányelvet konfliktusba helyezi. Nagyon jól meg van valósítva, nagyon, hát ma azt mondanánk, hogy trónokharca, harca, de hát nyilván akkor még ez nem volt a képernyőn mondjuk a Martin az nem tudom mikor írta azt, de feltételezem, hogy akkor még talán nem. Ebből a szempontból is kitűnő az epizód van Spock és McCoy között is egy kitűnő karakter pillanat. Ugye a Körknek a, a, a kis éjszakájáról már nem is beszélve, bele van zsúfolva egy csomó-csomó olyan nagyon emlékezetes és nagyon erős pillanat ebből az epizódba, ami oda kéne tegye ezt a történetet a legjobbak közé, de képzeljétek el, hogy valahogy nekem mégsem teszi oda, és nem tudom, hogy miért. Nem tudom azt mondani erre az egészre, hogy ez, ez akár még a második évadban is a top 5 epizódjaim közé tartozna, talán ugye megint csak az erőltetett párhuzamos fejlődés miatt, és hiába van az, hogy ezt előbb találták ki, mint a Piece of the Action, de eddigre már elég volt. Tehát már több ilyen bolygót láttunk, ami ugyanúgy fejlődött, és az, hogy nincs rá magyarázat, ez ott marad a, a tarkunkat nyomja, nem tudunk e fölött napirendre térni. Egészen a TNG hatodik évadáig a The Chase című epizódik, ami, ami valamiféle magyarázatot adhat erre az egészre. Na de hát, aki önállóan nézi ezt az epizódot, az nem biztos, hogy erre ezzel kapcsolatban napirendre fog tudni térni, és nem tuti, hogy ezt ő, fogja tudni elvezni. Talán a szétesés egyik oka lehet még az, hogy tényleg ennyi mindent zsúfoltak ebbe az epizódba bele. Ugye Uhurának ez a történet végén történő ilyen váratlan beleszólása, hát ez bizony olyan, mint a, az Omega glory az utolsó 10 perc, hogy nagyon szájba van rágva, nagyon az arcba bele van téve, és boldogabbak lennénk, ha ez nem lenne ott. Bőven elég lett volna ott a történet elején ez a napi mádók. Értettük volna, hogy új forradalom van a küszöbön, és hogy mi fog itt történni. Hát én tényleg azt látom benne, hogy egy ilyen nagyon szép reményű, nagyon mély, talán a leg, legmélyebbre hatoló és ilyen legnyomasztóbb mondani valót ígérő epizód, de valahogy ilyen apróságok miatt csak egy erős közepes lesz belőle, ami persze nem baj, mert mindig öröm megnézni, és, és tök jó, már a epizódnak az elejét is tök jó látni, amikor azok a nagy sárga betűkkel ki van írva, hogy Bread Circus, az már olyan, mint egy western filmben, és jó a hangulata az egésznek, és tényleg ez a setting, meg ezek a öltözékek, meg minden nagyon ott vannak a helyükön, de valahogy egy aprócska valami hiányozna nekem, hogy ez, ez ott legyen a Hall of Fame ben tehát a, a, a top epizódok között, Viszont ö, megtekinthető bőven, sőt, ö, nagyon élvezetes szórakozás. Nem biztos, hogy egy olyan embernek mondanám, hogy nézze meg, aki még nem látott ö, Star Trek-et, mert lehet, hogy több kérdéssel távozik, mint, mint amilyenekkel leült a történet elé. Mondjuk megint azt mondom, hogy tényleg az ilyen párhuzamos világoknál érdekes módon mindig feltűnik valaki a dallaszból. Hát itt is mondjuk Merik kapitányt, például, aki látta a dallaszt, hát Jeremy Vendelt, a Vestárnak az igazgatóját ismerhetjük fel, ahol hát megint egy ne ne kicsit negatív hőst kellett játszani a színésznek, attól eltekintve, hogy igen nagyon jó színészről van szó. A magának, a prokonzulnak is tényleg ez a hanyag dekadenciája, hogy hát, Merik, az csak itt van, hogy na, ilyen tényleg őt baleknek nézi, de végre kört, na végre valaki, aki szellemi egyenértékű velem, akivel lehet szócsatákat vívni, kiforgatni úgymond az ők ideájaikat, ez tényleg, ez látszik, hogy egyszerűen élvező, hogy végre egy megfelelő szellemi vita partnere van. Mindig az jut eszembe, amikor Madrid és Pikárnak úgymond a szócsatáit tulajdonképpen, amikor a Madrid tulajdonképpen megkínozza Picardot, hát ez majdnem ugyanez az érzésem volt egyébként, hogy valami hasonlót azért el tudtam volna képzelni itt is, mondjuk itt a Tozba itt. Amit hát, hogy a római birodalom így tovább fejlődik, hát nem biztos, hogy pontosan, hogy a 20. századra lett volna ez ilyen, mert nem tudjuk azért, lehet, hogy Róma hamarabb elérte volna ezt a fajta technikai szintet, mint mondjuk a mi földünk, hiszen a, itt akkor megspóroljuk a sötét közép, a középkori babonákat, meg ö, hasonlókat azért, azért nagyon sok minden fejlődött Rómában is, hogy azért már ilyen félautomata berendezésekkel, már például a bizánci bőröllöm azért kísérletezett, és azért ne felejtsük, hogy azért a görög tűz, amit úgy mindannyian így hallunk, más nem a játékoknak kifejezésnek, azért az, aznak igen komoly hadászati jelentősége is volt, például a bizánciak Konstantinápoly védelménél azért használtak görög tüzet, és nem csak úgymond katapultból lőtték ki, hanem tényleg voltak ilyen, a lángszórónak az őseit is használták. Tehát a technikai fejlődésük lehetett volna ilyen, csak lehet, hogy mondjuk nem ezer év alatt érik el azt a fejlődést, hanem mondjuk 500 év alatt. Hát szerintem egy, egy, jó epizód ez is, ismételten. Hát azt mondanám, hogyha tízes skálán, én mondjuk ennek, ennek adnák egy nyolcast azért nem vagyok tízes, amit mondjuk Csaba is elmondott, hogy valami azért hiányzik belőle, hogy nekem mondjuk is itt a befejezésnél van valami, hogy így nem tudjuk, hogy most mi lesz, hogy csak minden megy tovább, vagy, vagy lesz -e ebből a, úgymond a lázadásukból az em, a rabszolgáknak, és azoknak, akik úgymond a napi eljutnak, hogy abban lesz-e valami, vagy pedig az, hogy a napi most itt azonosítjuk a korai kereszténységgel. Tehát nem tudom, tényleg egy kicsit hiányézett. Kár, hogy ezt nem tudok se képregénybe, sehol, se valamilyen folytatás, hogy most mi történik. És mi fog történni, ez tényleg jó kérdés, mert a, a, azon a ritka epizódok egyik, ahol úgy hagyjuk el a bolygót, hogy nem változtattuk meg gyökeresen a jó irányba, vagy az általunk elképzelt jó irányba a fejődést, tehát nem avatkoztunk be. Ezt így is kell csinálni. Tehát itt, itt ez a rendszer, itt ez alakult ki, a rabszolgasság intézményesítve lett, háborúk ugyan el kerülve, de egy más, másfajta kegyetlenség lett államosítva vagy intézményesítve. Megint zárójelben egyik szifi sorozatban se lesz az, hogy majd bemutatjuk, hogy egy bolygón számos ország is berendezkedés van, ha csak nem tényleg az a konfliktusnak a tárgya. Tehát itt is gyakorlatilag ez a helyszín jelképe az egész bolygónak a társadalmi berendezkedését, amit akár el tudunk képzelni, tehát 2000 év alatt Róma, a római birodalom ekkora méretű lett. Tehát itt olyanak a kontinensek, hogy például nem tudom, szárazföldön jól bejárható a birodalom, ahogy itt az előbb emlegettük, hogy a római birodalomnál hát, addig terjedtek a határok, amíg ugye nem voltak már túl nagyok a távolságok. Így is a korához képest, tehát abban a korban, az ókorban ez hatalmas terület volt. Ahova mondjuk a, például a hírek hogyan jutottak el. Na most itt van a média egy birodalom fenntartásához, a befolyásoláshoz, és bármely piszkos vagy tiszta intézményrendszer fenntartásához a legjobb módszer. Tehát, hogy van egy globális, mindenkit elérő, lefedő, és mindenkit érdeklő, és mindenki számára fontos a média, a tömegkommunikáció, a televízió, és ezt, ezt ugye a 60-as években azért ez elég nagy dolog volt kimondani, amikor is például a Star Trek, azért ott a, ott a Star Trekben azért fontos volt, hogy, hogy legyen nézettség, színes televízió adások indultak, és egyébként ma is meglepően szép az eredeti sorozatnak a színei, nem véletlenül voltak olyan sok, tehát élénk színek, akár egyenruhákra gondolunk, a pultokra, itt a bolygón, még a felnemolyított részeken is. Az épületeken meglepődtem, amit mondtál Csaba, hogy, hogy itt a MIT-nak, meg, meg Párizs, tehát itt nem is... Meglepődtem egyáltalán, hogy ilyen épületek bekerülnek, így bevágásra kerültek a, az epizódba, és ezzel azért jócskán kilép hát nem a költségvetési keretből, de azért az epizódot, annak a, 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 színvonalát meg a hihetőségét növeli. Az, hogy ez az aréna, ez tényleg csak így kulisszák mögött zajlott, ez pont azt mutatta be, hogy itt, itt, nincs szükség igazi arénára. Emlékeztek még a csunkacira? A Voyagerben? és ott is ugye lassan jöttünk rá, elkezdtünk nyomozni, hogy hoppá, ez a, ezek a küzdelmek valahonnan egy hajóról közvetítődnek igazából, itt nincs is aréna, nincs is nézőközönség, vagy csak távoli közönség van, és itt is komoly ugye, profit meg, meg, meg befolyás van, úgymond, tehát egy erőszakos dolog lett intézményesítve ott is. Érdekes visszatérő dolog a Star Trek -ben. Amikor ilyen párharcokra kerül a sor, akkor én mindig félek úgy nézni, tehát főleg szegény megkoddok itt, nyilván, hogy nem kell féltenem, de ugye a verekedések, koregoráti a Star hát ha valamit el szabad így mondani, az sosem volt valami kiemelkedő. Tehát az, hogy egy űr csata egy, egy tömeges hajójelenet, az gyönyörű szépen kidolgozott, főleg a, TNG-től és fölfelé az, az teljesen standard, tehát ott, ott bármely akkoriban készült sorozattal tud versenyezni. Itt még azért félünk, tehát hogy egy, egy, egy ilyen arénába való küzdelem, de ennek ellenére az a, azok a dolgok, amik itt fellettek villantva, hogy itt, 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 egy vallásnak a gyökerei, amik visznek egy, egyrészt a szabadság vágyával függnek össze, és ez mennyiben jelentett például a kereszténységnek a gyökerei, mennyiben vannak ott, hogy a római birodalom nélkül mennyire terjedt volna el a kereszténységeiként. Sugalja ezt egy picit, picit azért elülteti a kétséget, hogy itt a kereszténység, ha már Arról van szó, hogy Uhura kimondta. És lehet, hogy nem kellett volna kimondani, mert itt Uhura elvet egy olyan magot itt a fülünkben, a 20. századi meg a mostani nézőnek a az agyában is, hogy itt is kialakul a kereszténység. Na de várjunk, hát az az, az egyistenhídből fakad, egy egyszeri jelenségről, egy valakiről. Jézusról szólt, akkor itt, ezen a bolygón is most itt, itt is volt, vagy ez ilyen párhuzamos, vagy ez most, most, most hogy, hogy, hogy működik itt, mit akarja -e mondani. Tehát itt nagyon messzire mennénk, és ne is menjünk ennyire messzire. A média az nagyon jó, hogy mert ilyen lenni, és lehet, hogy a stúdiónak is kicsit szurkált, hogy, hogy megalkuvás kell, hogy kvótákat érjünk el, hogy akciódus részeket kell készítenünk, mert csak akkor lesz magasabb a nézettség, különben megszakítanak minket, mint műsort, vagy kirúgnak minket. Tehát ugye ez egy picit azért odaszólt ugye a, mondjuk így az NBC-nek, nyilván nem olyan erősen, meg hát Amerikában ez egy eltűr dolog. Tehát úgymond a médián belül egy társadalom, ez Amerika, tehát Amerika vagy a 60 években is így működött már azért, hogy, hogy ki lehet mondani a vélemény. Tehát egy mai televíziós sorozat is, egyébként pláne a CBS-ről van szó, Simán beszól, Trumpnak burkoltam. Például, hogy mit töröm én környezetvédelemmel kapcsolatban. Simán beszól. Ez a demokrácia, így működik odakint. Tehát ott, ott egy tévésorozat nyugodtan kimondhatja. Kimondta. Nem volt... Charló vagy hogy mondjam, tiszteletlen, tehát úgymond azon szempontból politikailag korrekt, de, de, de a demokrácia pont így működik, hogy a médián keresztül ki lehet mondani, na most itt viszont egy eltorzult média volt nyilván beállítva, a prokonzul által irányított, tehát mindig ezek a központosított birodalmak ezeknél valamiképpen előbb-utóbb el kell, hogy torzuljon, tehát ez ugye nem egy demokrácia. Vagy ha még azt is mondták volna, hogy ez köztársaság, akkor se volna az. Tehát ismerjük egy amikor az államforma egy bizonyos fajta államforma, de voltak éppen kőkemény diktatúráról van szó, akár egy emberes, akár egy, egy bizonyos politika által uraltról, dél-amerikai kis országok, stb. vagy Afrika. Tehát itt nincs egy egységes kép az epizódnak, és ezt hiányolta szerintem te, te Csaba, meg szerintem te is Attila, hogy nem mondhatjuk meg, hogy ez az epizód az, hogy oké, okay, római birodalmas epizód, és van ilyen is, és tök jó, hogy hozta, hozta ezt a gladiátor érzést, meg Ben Hur érzést. Ben -Hurban is ugye egy ott, szökött rabszolgáról van szó, aki, aki megismerkedik a kereszténységgel, persze egy hatalmas kaland sztoriba betéve, és itt is Körk ugye nagy kalandba csöppen. Az első iránya fantasztikusan jól ki van fejtve. Nyilván mondjuk úgy, hogy szájbarágósan, viszont be van tartva. <laughs> szinte ritka alkalmak egyike, tehát ezt föl lehet írni ebből a szempontból ezt a e, epizódot, akkor nekem itt a nyelv volt az érdekes, hogy a párhuzamos fejlődés miatt még a nyelv is ugyanaz, nem csak hogy a, a alakul ki, vagy a történelmi ismétli magát, így is mondhatnánk. Lehet, hogy volt itt, itt, is volt egy korábbi beavatkozás, ami hatással így alakult, lásd a múltkor az amerikai zászló megjelenése, már majdnem olyan erős volt ez is, hogy ez a Hodgkins féle párhuzamos bolygófelődés, borzasztóan izgalmas, tehát most leülnénk erről beszélni, hogy vegyél adott körülményeket, tehát tegyél két embert, Attila meg én, elkezdünk ugyanazon összetevőkből főzni otthon, de lehet, hogy egy összetevő, amiről nem veszünk tudomást, mondjuk a víz más. Lásd például Magyarországon egy bizonyos időtét a márka, íze más, azért, mert a víz, amiből, amihez hozzáadják azt a esszenciát, az más lesz. Tehát, tehát mi volt itt más ezen a bolygón? Mi, mi volt az a esszencia, ami ugye mégiscsak létrehozta, de mégis va, a paralel fejlődésben hozta ezeket a ugyanúgy torzulásokat, vagy úgymond ebből a társadalomból is kinőtt egy, egy, egy rabszolgasság, de ebből is kialakult egy puhított diktatóra, de kinőtt csak a, a fordalom, vagy a, szabadságmozgalom, láss polgárműgé mozgalmak, 60-as évek, és hogy azok úgymond megsózák a társamat, hogy a kereszténységről mondták kezdeti időkben, hogy úgymond a föld sója vagytok, tehát gyakorlatilag egy ilyen testvérjesség, vagy egyenlőség, tehát itt mindenki egyenlő, ezt a gondolatot ülteti el, vagy viszi tovább, tehát itt nincs az, hogy most rabszolga, vagy arénába, vagy, vagy te a, ott a kamera mögött állsz, tehát ezt vinné be Starsronba, ezért hogy száz év múlva visszamenni, erről lenne egy regény vagy egy képregény, ezt borzasztó érdekesnek találnám én is. Az új Kelvin univerzum most képregények közül van egy ilyen médiás valami, és nagyon halványan emlékszem csak, de ott is ilyen fura sztori volt, hogy ugye ott a nyilván a Chris pine körkapitányék, ott egy olyan bolygóra bukkannak ahol azt hiszem ők maguk az enterprise van lekopírozva ilyen napi szappanoperába, vagy ilyen live show vagy ilyen reality be, vagy azt hiszem, hogy élőben is, nem, nem, ők magukat közvetítik, és akkor ott is ő nekik úgy bizonyos módon kell viselkedni, hogy, hogy ne legyenek rossz következményei. Szóval lehetne itt sorolni a, a, példákat, és tök jó, hogy, hogy ez úgy összemixelte, de nem lett rossz ízű belőle. Tehát én azt mondom, hogy a jó epizódok közé tartozik, ez a tényleg ez a 8 per 10, akár 9 per 10, de ez a, ez a jó epizód, és jó helyen van, és tök jó újra és újra megnézni mert tök jó momentumok vannak benne, és még a, a, a végén a nagy rögés is elmarad, és pláne, hogy nincs teljes pozitív kicsengése. Tehát a néző számára így nincs teljes lezárás, nincs, nincs, nincs úgy felmentve, nincs úgy lezárva, nincs úgy, úgy nyugodtan elhagyva hogyva ez a bolygó, tehát ide majd visszatér Pikár kapitány, és Pikárnak a küldetései sorban szólhatnának erről, hogy, hát akkor nézzük már meg körkapitány 5 éves küldetésén hol járt, és akkor egy kicsit nézzük már meg, hogy azokon a bolygókon mi történt, és, és hogy hogyan fejlődtek az elmúlt száz évben, ebből lehetne egy, egy egész sorozat. Hát a Körk is azt mondja az epizódnak a végén, hogy hm, milyen érdekes lenne megnézni ezt, hogy hogyan is alakulnak ezek a napimádók, meg hogy mi lesz ebből, de hát ó, hogy elszaladt az idő, most már inkább mennünk kéne, mert jön a következő epizód. Egyébként a Star Treknek ez amúgy is egy trükkje, hogy valami nagyon kutya, nagyon lepra helyre mennek el a főszereplők, és utána, mintha egy rémálomból felébredne az ember, gyorsan visszarázódunk, kihúzzák a falból a dugót, megnyomják a reset gombot, és ö, szerencsére a gondoktól mentes, a barbárságtól megszabadult jövőben találja magát a néző, és természetesen a körk legénysége, de hát a néző nem teljesen, mert miután kikapcsolja a Star trek lehet, hogy felhúzták a hangulatát az utolsó szavakkal, de utána lehet, hogy visszaesik, hogy ó, basszus, de hát én nem ott élek még a jövőben, lehet, hogy én közelebb vagyok ahhoz a fajta bemutatott világhoz, mint a Körkapitány legénysége, úgyhogy na, innentől kezdődik az, hogy a néző a saját gondolataival magára marad, és tovább gondolja azt Treknek a lényegét. A párhuzamos fejlődéssel kapcsolatban szkeptikus vagyok, tehát ha például Dév és Attila egymásról néznék a potmétereket, és úgy állítanák be, megpróbálnának mindent ugyanúgy hangolni, szerintem akkor is mondjuk a Dévnél ilyen emberszerű lények lennének, a Attilánál ilyen metánt lélegző polipok, mert annyira nagy és összetett a paraméter tér, hogy szerintem ilyen nem jöhetne létre, de hát ki tudja. Hát köszönjük szépen a mai napra is a figyelmet. A jövő héten lezárjuk a második évadot, hiszen jön az Assignment Earth, jön Gary Seven, meg a macskája, és meglátjuk, hogy hogyan fogja ez majd lezárni ezt a, hát igen, csak hullámzó szezont, mert ugye már itt a évad végén egy jó, egy rossz epizód volt, most volt egyébként itt egymás után két egész jó, tartsatok akkor is velünk, Attila és Dév, köszönöm szépen mára, jövő héten találkozunk, sziasztok! 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 Attila, ha nálad ugye metán lesznek, akkor esetleg küldök oda nagyszámú tehenet.